Sátorai a Újhely egyik ikonikus épülete a vasútállomáson található bortemplom. Az egykori hivatalos nevén Magyar Királyi Állami Borpince megmentése 2021-ben indult el a Tokaj-Zemplén térség fejlesztési program támogatásával, és mára már a végéhez közeledik a bor szentélyének helyreállítása. Ennek kapcsán tartott egy bejárást Sátorai Újhely város polgármestere és alpolgármestere, hogy megtekintsék az abban kialakítandó, már formálódó tárlatot. Elkezdődött a konyha technológiának a beépítése, mint látható is a mögöttünk lévő területen, illetve a mai napon érkeztek meg a kastélyprogramos sok, ez a KFT, az amelyik a kiállítás elemeit, dekorációját rakja össze. Mai nappal elkezdik, és remélem, hogy innentől folyamatos munka lesz. Láttam a magát, a tervet, a koncepciót, az nagyszerű. Remélem, hogy a valóságban is, vizuálisan és kézzelfoghatóan is tulajdonképpen látható lesz ez a kiállítás, ami a borról szól, mi másról is szólna a bortemplomba, de ugyanakkor egy kicsit alternatív módon mutatja ezt be. Nem árulok el titkot, mert hogy legyen mindenkinek meglepetés, amikor átadásra kerül. A helyreállítási munkátok során azt tartották szem előtt, hogy szerkezetileg minden az eredeti állapotot tükrözze, de beltartalma modern és napjainkban is hasznosítható legyen. Egy étterem rész, ahol most állunk, és itt ennek a szomszédságában két nagyon érdekes tér is van. Az egyik egy vinotéka és egy borkóstolóhelyiség mosdókkal, illetve maga fő recepció, ahová majd a vendégek meg fognak érkezni, és innen indulhat a bebarangulás az épületnek. A pincelmi részben kóstolóhelyiségek, bortrezorok kaptak helyet, és innen indul el az interaktív kiállítás, amely egy aszú szemszögében mutatja is meg az aszú készítésnek a történetét, és hogyha ezen végigbolyongunk, akkor a földszinti szinten fogjuk találni magunkat, tehát gyakorlatilag az épület egy részén már át fog vezetni bennünket ez a kiállítás, és a feljebb lévő szinteken konferenciatermek, előadótermek, kisebb helyiségek találhatók, és nagyon szépen megújult a bor templomnak az udvara is, ami ugyancsak egy nagyszerű rendezvény helyszín lehet. A megmentett épület élettel és tartalommal való megtöltése akkor lesz az igazi, ha minél több ember el is látogat a bortemplomba, tette hozzá az alpolgármester.